Sziasztok, ez a Változ Magadért podcast. Vicsápi Natáliával beszélgetünk ebben a podcastben, aki önismereti tanító, tudatosság mentor, a Nati Metód megalkotója. Beszélünk a Nati Metódról is, de első körben beszéljünk egy picit erről a podcastről, hogy miért is jött ez létre, ez a Változ Magadért podcast. Rengeteg podcast van már, most ez divat, de valójában a tanítványok voltak azok, akik azt mondták, hogy Nati, mi nagyon szívesen vállaljuk fel a változásunkat mások előtt. Ugye nagyon sok mentortól, segítőtől hallom azt, hogy jönnek az emberek, sőt néha hírességik is vágynak arra, hogy rendbe rakják az életüket, de mikor arról van szó, hogy adjál referenciát és vállalt fel, akkor ezt mindenki ilyen titokba csinálja. Nehogy azt gondolják, hogy nekem valami bajom van. Éljük a színházot, mutassák kifelé, és belül valami teljesen más van. És nagyon-nagyon boldog voltam, mikor a tanítványaim azt mondták, hogy ők ezt nagyon nyitottan fölvállalják, ugyanis érnek egy fantasztikus nagy változást, egy sokkal minőségesebb és boldogabb életet, és azzal, hogy ők fölvállalják a történetüket, máshoz is eljuthat ez az információ, és mikor beszélgettünk, ötleteltünk, akkor sőt, felmértünk ezzel kapcsolatban. Több száz tanítvány válaszolta a felmérésre, hogy mit adott nekik a Nati Metód, és a válasz az volt, hogy új életet. Tehát egy óriási változást életük minden területén, mert akkor van egy új élet végeredmény, és akkor úgy gondoltuk, hogy itt az idő ezt felvállalni és bemutatni. De egyébként az sem egyszerű, hogy ezeket az embereket behívni egy ilyen stúdióba, hogy ezt elmondják. Nyilván ez már a tudatosságnak már olyan szintjén vannak, hogy ezt azért könnyebben vállalják már akkor abban az időpontban, amikor te őket felkéred erre, hogy jöjjenek és osszák meg ezt a nagy közönséggel. Nagyon érdekes, ugyanis én mikor mindenemet elveszítettem, akkor emberként, amit megéltem, ez a szégyenérzés. Tehát, hogy most elbújok, és soha többet ki nem megyek emberek közé, és jaj, mit gondolna. Majd nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy így az élet nem fog folytatódni, és jött a következő nap, hogy fölkeltem, és a következő nap, és egyszerűen azt mondtam, hogy muszáj ezt felvállalni. Tehát igen, itt volt egy hatalmas nagy veszteség, amit nem lehetett a négy fal között tartani, ezért én beleálltam, és felvállaltam nagyon őszintén, mikor 2017-ben kiadtam a könyvemet, hogy mi az, amin én végigmentem. És azért vagyok nagyon, nagyon büszke, hogy olyan emberek találnak meg, amilyen én is voltam azelőtt, hogy belemernek állni, fölmerik vállalni az ő történetüket, az ő régi énjüket, mert valójában a Nati Metódnak köszönhetően egy egós életből átvisszük az embereket egy olyan stádiumba, ahol az egójukat képesek levetkőzni, sőt, már nagyon sok tanítványom van, aki képes az egót elengedni. Tehát valójában az egó nélküliséget élik, amint most egyszerűen lefordítva azt jelenti, hogy nincsenek gondolatok az ő fejükbe, teljesen intuitív az viselkedésük és a létezés. Tehát azt jelenti, hogy intuíciókon keresztül kapják az információt, és az alapján cselekednek, és igen, ez egy újfajta élet. Egyébként mit gondolsz, hogy ezt most, ha olyan emberek, biztos olyan emberek is nézik, hallgatják, akik még nagyon erősen az egójukkal nézik, hallgatják, ők ezt megértik, amit most elmondtál? Nem mindenki, viszont most már tetszik az, hogy tele van vele a sajtó, már van ez a kifejezés, hogy mindfulness, már van ez a kifejezés, hogy ego lesz, stb., és minden hangzatosabb és amerikaiabb nevet kap, annál jobban érdeklődünk iránta, de ez már itt van nagyon-nagyon régen, csak igen, nem lehetett róla beszélni, vagy nem vállalták fel az emberek, vagy pedig ha meg is élték az életükbe, nem tudták, hogy ez miért történt meg. Mindenki életében vannak olyan pillanatok, amit nagyon mély boldogsággal él meg, és hosszú évekig
emlékszik rá. Vagy vannak olyan pillanatok, amire azt mondjuk, hogy fú, ott akkor csoda történt. Uh-huh. Ez nem kell, hogy pillanatra jelenjen meg az életedben, hanem lehet így élni. Tehát lehet ebben a csodába élni, lehet ebben a jó érzésben élni, és ezt kell tudnom megmutatni az embereknek. Természetesen abból már teljes mértékben kinőttem, hogy valakit meggyőzünk az, uh-huh. aki ellenálló, és megvan a saját véleménye. Rengeteg spirituális kereső van, aki már technikáról, módszerre járt, sőt, én úgy hívom őket, hogy a megvilágosodott egók, tehát, hogy ő már azt gondolja, hogy ő már ott tart. Majd, ha a szél ide söpréket őket hozzám, akkor szoktam rámutatni, hogy csak eljátszod azt, hogy már te megvilágosodtál, és elérted a tudatosság csúcsát, de még meg az ego nagyon szépen megvan bújva. Igen, ez egy nagyon megosztó téma. Igen. Ezért nem is szedem szét, nem megyek én bele ilyen vitákba, hogy lehet-e így élni, vagy nem. Nem megyek bele azokba a vitákba se. Mármint, hogy egóval lehet-e élni, vagy mire gondolsz? Vagy egó nélkül, igen. A mai világban. Sőt, azokba a vitákba se vagyok hajlandó részt venni, amikor azt mondják, hogy ez csak Indiába, és ott érhető el. Ugyanis magamról tudom, hogy kőkemény egoistaként éltem az életemet. És igen, Indiába elmegy az ember, ott sokkal magasabb tudatossági szinten élnek a mesterek, a tanítók, akikhez elmennek a kirándulás során, vagy vannak olyan emberek, akik kimondottan spirituális utazásra mennek el Indiába, és megélik ott azt a csendet, megélik a nyugalmat, megéli azt, hogy csend van a fejébe, sőt, meg is tudja ott tartani, hihetetlen jól érzi ott magát, majd hazajön, és amint leszár Ferihegyen, akkor visszaáll a régibe harcra fel, mert most már otthon vagyok. Na akkor nem engedtük el az egót, hanem pillanatra egy magasabb rezgésszinten voltunk. És valójában egós emberként ezt én is megéltem. De ugyanúgy hazajöttem, és visszaálltam a régi életem, mert nem tudtam vele mit kezdeni. Sőt, nagyon-nagyon féltem tőle. Mégpedig azért, mert mikor elmentem Indiában, és láttam azt a rendetlenséget, uh-huh. láttam azt a színvonalat, ahogy ők élnek, ugye én egoistaként, azért már nehogy ki kell szállni a Mercedesből, azért nehogy már csak az egy outfitem legyen, igen, mint amit ők hordnak, nehogy már csak rizsát egyek, ha itt lehet sztékeket is rendelni, úgyhogy mindig azt konstatáltam, hogy ez nagyon szép, meg nagyon jó, meg jó itt lenni, de azért ezt a standardot, uh-huh. ahogy mi élünk Európában, azért ezt nem szeretném elengedni. És pontosan ez a Nati metód lényege, hogy az arany középutat hozom a kettő között. Tehát valójában Indiában az emberek, ha most Indiáról beszélünk, ők magukra összpontosítnak. Tehát az ő céljuk az, hogy elérjék a csendet, elérjék a belső boldogságot, és nem építkeznek a külvilágba, de abszolút nem, sőt, nagyon nem. Majd mi, itt Európában, vagy akár Amerikában is, mi meg mindent a külvilágba csinálunk, külvilágba építkezünk, a külvilágnak akarjuk megmutatni a dolgokat, és nagyon félünk attól, hogy inkább akkor ne legyen csend a fejembe, de nem vagyok hajlandó visszalépni a standardból. És én pontosan arany középutat hozom, és arra tanítom az itt élő európai embereket, hogy mi is képesek vagyunk, annélkül, hogy bármiről is le kellene mondanod, képes vagy elérni azt a tudatállapotot, hogy nincsenek gondolatok a fejedbe, képes vagy egy minőségesebb életet élni, és egy boldog életet. Tehát nem kell elvonulni remetének ahhoz, hogy az ember minőségi boldog életet éljen magyarul. Így van. Említetted, hogy ha valaki ugye kimegy Indiába, vagy ott megtapasztalja egy picit, még talán érzi is ezt az ego nélküliséget, sőt átveszi. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy ott abban az időben, abban a egy hét, két hét teljesen minden mennyi, ott ő ego nélkül tud létezni, majd amikor hazajön, leszáll a repülő, akkor itthon újra belelép ugye abba az itthoni életébe, mert a környezet az ennyire befolyásolja. Most nem a felelősséget áttéve a környezetünkben lévő akár emberekre,
De hogy befolyásoló tényező lehet a környezet? Valójában ez egy agyi reakció. Uh-huh. A hátsó agy részünknek az a feladata, hogy megvédje minket mindenféle traumától. Tehát itt, ahol élünk, itt már traumák sorozata, történések sorozata van, amit a mi agyunk elfiókozott, és folyamatosan ilyen kémiai reakcióként, én úgy szoktam mondani, hogy kihúzódik a fiók ott uh-huh. a hátsó agyba, hogy vigyázz, mert itt már történt ez, nehogy újra megtörténjen. És mikor otthon vagy abba a környezetbe, ahol már értek támadások, ahol már voltál besértődve, ahol már éltél át nehéz pillanatokat, sokkal hamarabb húzódnak ki ezek a fiókok, és ahogy megy ez a kémiai folyamat benned, valójában az érzelmeid irányítnak tégedet. Nem is te irányítod az életedet, hanem az érzelmeid irányítnak téged. Majd ha ebből kiesel, és elmész egy olyan helyre, ahol azért is mész, hogy nyugalmat élj, tehát ez is a célod. A másik, hogy magasabb rezgés szintbe vagy, képes az ego visszahúzódni. Tehát, és az ego visszahúzódás, ez pontosan az, hogy ezek a fiókok nem húzódnak ki, mert ugye csodálod, tapasztalod, élvezed az újat, és ritkábban húzódik ki, és mikor nincs ez a kémiai folyamat, akkor képes az agy a boldogság hormonokat kitermelni, tehát másképp éled meg az egészet. Ez nem azt jelenti, hogy elengedted az egódat, csak is arra az időre visszahúzódott, nem volt annyira intenzív a kémiai folyamat. De mikor hazajössz és visszaállsz, akkor minden megy, tehát ez a mókuskerék, minden megy tovább. És általában azt, amit én látok most már 6. éve is több ezer hozzám fordulón, hogy még mi mindig ott tartunk, hogy muszáj, hogy katasztrófa, vagy igen, muszáj, hogy olyan tragédia történjen az életedbe, akár veszteség, vagy bármi, hogy te megállj, és elgondolkodj azon, hogy biztos helyesen élem az életemet. És valójában a Nati metód lényege semmi más, mint megtanítom a hozzám fordulókat, hogy vegyék észre, hogy milyen érzelmi világa élik az életüket, tudják átvenni az irányítást az érzelmeik fölött, tudatosítsák, hogy eddig nem ők irányítottak, hanem érzelmeiken keresztül jött létre az az élet, sőt, azzal hozták létre azt a tragédiát, amitől most ők szenvednek, és mikor eljutunk oda, hogy ezeket tudatosítsák, majd megtanulják átvenni az irányítást az érzelmek fölött, akkor ilyen nagyon egyszerűen és képletesen úgy mondanám el, hogy megtanulja, hogy ez a fiók ne húzódjon ki. Tehát, hogy meg uh-huh. tudja tartani abba az állapotba, hogy ne menjen végig ez az érzelmi folyamat, és ennek a hatására egyszer csak én azt mondom, hogy a leggyorsabb ilyen út az 1 év volt az egyik hallgatómnál, de általában ez ilyen 2 év az átlag, el képes jutni abba az állapotba, hogy nincs ez a kémiai reakció az agyba, tehát a idegpályákon lecsatlakozol arról a régi idegpályáról, ahol ezeket a régi érzelmeket tudtad termelni. Nyilván az érzelmek azok nem tűnnek el, tehát ugyanúgy maradnak érzelmek, mely az embernek, hát csak nem azok, de nem azok vezérlik, nem? Eltűnnek az érzelmek, mikor már ego nélkül és teljes mértékben. Uh-huh. Tehát az első, ami megjelenik benned, ez a mérhetetlen csend, és fura is, ugyanis a érzelmek hihetetlenül hozzászoktál. Ez valójában a te drogod, amit uh-huh. hordasz magadna. Én először ezt úgy éltem meg, hogy elkezdtem keresni, hogy valami nagyon hiányzik. De úgy kerestem, mintha a karkötőmet kerestem volna, hogy valami nagyon hiányzik, majd ilyen nevetésbe törtem ki, mikor rájöttem az, hogy ez a régi rossz érzés az, ami nincs jelen. A negatív érzések teljes mértékben eltűnnek. Az, ami marad, amit érzés szinten képes vagy megélni, az a hála és a szeretet érzése. Fantasztikus nagy változás, ami benned végigmegy. Kifelé természetesen nem látszik semmi, azt lássuk és azt tapasztaljuk, hogy az emberek változnak a környezetünkbe, az, aki eddig harcolt, az elfogad, vagy például azóta ritkábban járok bevásárolni például nagy élelmiszer láncba, mert idegenek is leszólítnak, mert jaj, milyen jó érzés, és akkor egy kicsit csak beszélgetni akar. Tehát kifelé valójában az ember ugyanaz marad. Belső
ez a érzelem, a negatív érzelem nélküliség, és a kisugárzás, és ez a kisugárzás, ez nagyon más. Amit nyilván érez a környezet. Így van. Közeli, távoli, teljesen mindegy, ez egy érezhető dolog. Erre bárki képes? Bárki, igen. Mindegy, honnan indul? Mindegy, honnan indul. A elszántság az nagyon fontos, és a bizalom. Tehát, hogy legyen meg a bizalmad, hogy te is képes vagy rá. Legyen meg a bizalmad abba, hogy te is képes vagy a változásra. Viszont nem mindenki érett meg még erre. Tehát nagyon kevés az a ember, aki már itt tart, ugyanis még mindig nagyon sokszor azt látom, hogy mi vagyunk azok, akik ragaszkodunk ahhoz a negatív érzelemhez, és akár a érzelmi manipulációnál ezzel tudunk manipulálni, a érzelmek megélésével tudjuk elérni a másik embernél, hogy az úgy csinálja a dolgokat, hogy az nekünk jó legyen, és igen, hát nagyon szomorú látni szülőkön, mikor gyerekeket manipulálnak, vagy pedig feleségeken, mikor férjeket, és számomra a legborzasztóbb volt, mikor már eljutottunk oda, hogy a férfiak hogyan tudnak manipulálni, tehát a férfiak is tudnak. Első ránézésre azt mondaná az ember, hogy ez inkább ilyen női praktika, igen, de nem ez oda visszaműködik. Úgyhogy aki ezzel az érzelmi manipulációval el tudja érni azt, hogy a másiktól megkapja, végrehajtsa a másik azt, amit ő akar, és egy kényelmesebb életet kap, akkor ők azok az emberek, akik általában nem akarják ezt lerakni, mert fegyverként használják, vagy... Jellemzően egyébként férfiak azért jelentkeznek nálad, hogy általában mindig a nő hozza el a férfit hozzád. Ez volt az elején. Uh-huh. Tehát mivel női mentor vagyok, ez volt az elején, hogy jöttek a hölgyek, és majd utána akkor nagy puffogva jöttek a férfiak, és mikor megkérdeztem az elvonuláson, hogy mégis mi a cél, és miért jött, akkor a válasz az, hogy asszony küldött. Ilyen besértődve. Viszont most már ez a évek alatt teljesen átalakul. Vannak olyan elvonulások, ahol komolyan van 2-3 hölgy és a többi férfi. Természetesen vannak a női programok, a Nyíki Nőként program, ahol kimondottan a nőiességgel foglalkozunk, ott csak hölgyek vannak, de amire én nagyon büszke vagyok, hogy párok járnak. Tehát uh-huh. mindig elmondom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy egy úton járjatok, ne egyik erre, másik arra, és nagyon-nagyon büszke vagyok, mikor a férj is beleáll, és párként állnak bele, és amit eredményként föl tudok mutatni, hogy ez alatt a 6 év alatt 2 pár volt, aki elvált, de igen, ott a másik fél nem akart beleállni, uh-huh. és vagy pedig abszolút nem is volt mit keresni egymás mellett, és a vállásuk nagyon szép volt, már tudatos, és mind a kettő egy sokkal boldogabb életet él, de 98% együtt marad, rendbe rakják az életüket, életük minden területén, és élnek egy minőséges életet. De a cél nálad nem az, amikor megkeresnek, hogy, tehát nem egy párkapcsolati, nem tudom, tanácsadás vagy ilyesmi, hanem mind a ketten külön-külön, de együtt haladva jussanak el arra a szintre, hogy megmentik, vagy nem mentik. Így tehát van. Ez már az ő döntésük, ugye? Ez az ő döntésük, uh-huh. és ezt teljesen rájuk is hagyom. Tehát uh-huh. azért egy elvonuláson nagy mélységekbe megyünk bele, és én mindig elmondom, hogy nálam az őszinteség alap. Mikor a pároknál azt látom, hogy hát, ha ott fog ülni a feleség, akkor nem biztos, hogy mindent el uh-huh. fog mondani, akkor mindig az a javaslatom, hogy a lényeg, hogy te legyél jól, tehát akkor gyertek külön az elvonulásokra, de van, mikor párok együtt jönnek, sőt, van párkapcsolati elvonulás is, mikor végig megyünk a párkapcsolat minden területén, hogy ki mit rak bele, kinek mi a sérelme, és képzeld el, Gabi, az első ilyen párkapcsolati elvonuláson teljes mértékben meg voltam döbbenve, hogy mennyire nincsenek otthon kibeszélve a dolgok, de az apróságok, a kicsinségek, úgyhogy most már egy párkapcsolati elvonulás
bevonulás egy családi alkotmánnyal fejeződik be, ami egy 50 oldalas munkafüzet, amit közösen kell kidolgozni, és nagyon vezetetten vannak föltéve kérdések, egy napot dolgoznak ezen, és ott fantasztikus látni, mikor először beszélik meg a vágyaikat, mikor elsírják magukat, hogy fú, miért nem mondtad soha 10-12 éve, miért nem mondtad, és ezek azok a pillanatok, mikor rájönnek arra, hogy nekünk most nem elválni kell, hanem megerősíteni, mert valamiért egymás mellett van a helyünk. A másik, amit nagyon tudatosítnak a párok, és ezért szok mindig eljönni a másik fél is, és ketten járnak a tudatosság útja, hogy mit mutatunk a következő generációnak. Tehát mi azt szeretnénk, ha a mi gyerekeink boldogok lennének. Azt szeretnénk, hogy nekünk nem sikerült, de neki sikerüljön. Az, amit mi nem tudtunk végrehajtani, azt majd a gyerekünk hajtsa végre. És azt szoktam kérdezni a szülőktől, hogy hogy akarjátok, hogy boldog legyen a gyereket, ha nem tudsz neki egy boldog párkapcsolatot, egy boldog anyát és egy boldog apát fölmutatni. Tehát a gyerek csak is a szülőtől tanul. A szülői minta az, ami kardinális. Most, ha elválva él a szülő, és kesereg abba, hogy én magam nevelem a gyerekemet, akkor abból nem lesz egy boldog következő generáció, hanem ugyanezt fogja tudni létrehozni. És akkor, mikor a szülők eljutnak eddig a pontig, hogy hoppá, nekem magamon kell dolgozni azért, hogy példát mutassak a következő generációnak, akkor én azt látom, hogy ez sokkal nagyobb motiváció néha, mint hogy saját magáért változzon. Milyen érdekes. És egyébként alapvetően teljesen logikus lenne, hogy saját magunkért kellene dolgoznunk, és mégis erre külön fel kell hívni az ember figyelmét. Érdekes, hogy valahol elcsúsztunk ilyen szempontból. Ugye itt azért beszélgettem olyan emberekkel, akik már voltak nálad, és hát eszméletlen eredményekről számolnak be ők maguk. Mert ugye azt szokták mondani, hogy hát a mester mondhatja, az mégsem ugyanaz, az a jó, hogyha meghallgatjuk a tanítványt, hogy ő mit mond, ő valóban mit tapasztalt, mert más az ő szemszögéből, és más a te szemszögedből. Te mit gondolsz, hogy mi a te erőd ebben az egészben? Nekem amúgy, ami eszembe jut, az az őszintesség. Tehát az az őszinte Nati, aki oda teszi, megmondja, megkérdezi, végigviszi. De ha téged kérdezlek, te hogy látod magad ebben? Igen, a fiunk, Lacika, fogalmazta meg nagyon szépen. Ugye én is mentor vagyok, de férjem is, tehát mi is közösen indultunk el ezen az úton, és közösen foglalkozunk az embereket, tehát elvonulás, és mind a ketten jelen vagyunk. Majd egy ilyen elvonulás után hazamentünk, és ahogy feküdtünk a kettes ágyba, azt vettük észre, hogy a kisfiunken 9-10 éves volt akkor, oda mindig egy elvonulás után ő mindig oda jött hozzánk, és oda bújt, és nem kellett, hogy beszéljünk, hanem csak szíta be ezt a jó energiát, és ahogy feküdt köztünk, így rátette a kezét az édesapjára, és azt mondta, apu, te vagy a szeretet, anyu, te pedig az erő. Tehát ő fogalmazta meg nagyon szépen, amit most már évek alatt visszakapok a követőktől, hogy az a erő az, amit ők látnak bennem ezzel az erővel. Kemény mentor vagyok, tehát ezt is majd biztos a podcast hallgatók fogják itt hallani az interjúk során, hogy nagyon kemény mentor vagyok, tehát nem sajnálgatok senkit se. Vannak beteg emberek, akik hozzám jönnek, akik abból jönnek, hogy sajnálja őket a környezete. Én nem, mivel egón nélkül élek, a sajnálatérzés az abszolút nem tudom, hogy mit jelent. Tehát ilyen sajnálat, féltékenység, ezek az érzések, ezek teljesen eltűnnek az életedből. Tehát egy, hogy nem is tudok sajnálni, még ha nagyon akarnák, akkor se. Végigviszem őket. Amin azt látom, hogy ő döntött, én ki is jelentettem, hogy csak azokkal az emberekkel vagyok hajlandó foglalkozni, aki döntött. Tehát nem járnak spirituális keresők a programjaimra, hogy egy következő állomásként, sőt, ha az van, hogy ilyen ember befizet az elvonulásra, és látom, hogy nem gondolja komolyan, én vissza szoktam utalni a pénzt, és ilyenkor van egy sértődés, hogy de hát, hogy én
ezt megteszem, és mindig azt mondom, hogy én nagy szeretettel várom, ha komolyan be akarja állítani a változást az életébe. Tehát mikor elkezdődik egy elvonulás, akkor én a színpadon egy vezető vagyok, aki már mutatott példát az ő történetével, hogy nekem sikerült, a tudatos erőt használva sikerült fölállni, és el kell őket juttatnom addig a pontig, ezen a harmadik nap az elvonuláson, hogy ő elhiggye, hogy ő is képes erre. Mert addig még az ember az egóval él, a leggyakoribb diagnózis, ami mindenkinél megjelenik, bármilyen gazdag üzletember őhet szembe velem, és lehet neki 10-18 cége is, ami az egóba megjelenik, és ott húzódik a háttérbe, az a fajta gondolat, hogy nem vagyok elég jó, vagy nem biztos, hogy én képes vagyok rá. Tehát ez az a erő, amit én is képviselek, ezt az erőt megtalálják ők is maguknak, és ennek köszönhetően áll be a változás. Ez az elvonulás, ez meddig szokott tartani? Meddig? Egy hetes általában? A NATI metód az úgy van felállítva, hogy van egy alapprogram, az Ismerd meg önmagad program. Ezt most már tanítványok tanítják, nagyon büszke vagyok mindegyikükre, és velem az emberek már egy hétnapos elvonuláson találkoznak. Ez a hétnapos elvonulás, ez egy ilyen alapozó elvonulás, és valójában itt ezzel az őszintességemmel, az egyenességemmel olyan tükröt mutatok a résztvevőknek, hogy pontosan azt kapják meg tőlem, amit otthon is kaptak, csak azt ki lehet csukni, és azt nem kell figyelembe venni, de mikor magamért jöttem erre az elvonulásra, akkor itt már nem lehet előle kitérni. Úgyhogy a hétnapos elvonulásnak a végeredménye az, hogy régiként jön, az ego megtörik igen, és egy újabb verzióként megy haza, és nagyon szűrő program is ez a hétnapos elvonulás, mert itt már eldől, hogy ki az, aki bátran belemer állni a változásba, vagy ki az, aki azt mondja, hogy nem szorít még annyira a cipő, nem fáj még annyira, még én el vagyok, mert már így ebbe tudok, tudok mozogni. És azok, akik döntöttek, ők jönnek a mélyű a tudatosságba, négy napos elvonulásra, majd a párukkal a párkapcsolati elvonulásra, és én azt szoktam mondani, hogy ilyen 8 hónap, 1 év szükséges arra, hogy járd az önismeret útját. Valaki azt várja tőlem, hogy varázspálcával, csiribú, csiribás, azonnal legyen meg. Erre a válaszom az, hogy nem lehetséges. Tehát 30, 40, 50 évig élted ezzel a érzelmi... az egóját, akkor ez nem megy egy... Töltette, igen. Fölépítetted az egódat, azt nem lehet lerombolni pár pillanat alatt. Ebben a podcast sorozatban ugye be fogunk mutatni majd sok-sok nagyon pozitív eredményt, viszont szeretném kérni, hogy te is mondjál egy olyan esetet, hogyha ki tudsz emelni így a sokból, aki igazán úgy érzed, hogy nem is tudom, tehát ő lehet az, akire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon büszke vagy, amit elért. Ez a legelső klienseim közül volt. Ahogy én kijelentettem, hogy csak nagy kihívásokkal szeretnék foglalkozni, tehát ilyen egyszerű dolgokkal hozzám ne forduljanak, akkor egy hölgy elhozta a barátnőjét konzultációra. És ahogy beült a konzultációs helyiségbe, mikor beléptem, ott egy haláli energia volt. Tehát olyan nehéz energiát éreztem, hogy fú, én is megijedtem, majd tértem egyen, mint hogy kimegyek vízére, ez volt a kibeszélés, de mit érzek? Mi ez a nagyon nehéz energia? És majd visszamentem, és elkezdtünk konzultálni, és a kislány, mert fiatal lány volt, elmondta, hogy friss jogsival karácsonkor családi látogatásra mentek, hazafelé ónos eső esett, megcsúszott az autó, begaramboztak egy fába, ő vezetett, a helyszínen meghalt az anyuka, és meghalt a lánytestvére, majd rá egy évre bánatába az ő édesapja.
apja is. És ez a lány, ez már úgy került el hozzám, hogy ugye a tragédia után nem tudott visszamenni a szülői házba, tehát elment egy albérletbe lakni, és már a barátja is elhagyta, mert nem bírta nézni napi szinten ezt a szenvedést. 3 év múlva jutott el hozzám úgy, hogy már pszichológusok, pszichiáterek, terapeuták foglalkoztak vele, és senki nem tud rajta segíteni. És ott, ahogy ült ott abba a fekete ruhába, ez a szürke arcviselet, és valójában a kérése az volt, hogy valahogy segítsek neki meghalni, vagy neki is elmenni ebből a világból, mert akit szeretett, mindenki elment. És azt mondtam, hogy nem lehet éve embert eltemetni, úgyhogy ez nem jó verzió, de abba tudok neki segíteni, hogy fog megtanulni boldogan élni az életbe. És rá vagyok nagyon-nagyon büszke, ugyanis végigjárt ezt a utat. Nem volt egy egyszerű menet, tehát nekem is terapeutaként egy hihetetlen nagy kihívás volt, nem volt egy egyszerű menet, de eljutottunk oda, hogy újra autót vezet, eljutottunk oda, hogy a fiú, aki őt akkor elhatta, és teljesen logikus és megértendő, hogy nem bírta napi szinten nézni ezt a szenvedést, akkor visszajött, azóta összeházasodtak, azóta baba született, azóta már épített egy vállalkozást, tehát nagyon beleállt a változásba, és öröm, most már nem beszélgettem vele kb. 2 éve személyesen, de ahogy látom őket a Facebookon, a családi fotókat, ez még mai napig is ilyen fantasztikus végeredmény, hogy mekkora változásra képesek az emberek. Pozitív, nagyon-nagyon pozitív eredmény, és még nagyon-nagyon sok ilyen pozitív eredményt fogunk majd hozni itt ebben a sorozatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes velünk tartani a továbbiakban, hogy inspirálódni akár, vagy csak egyszerűen már arra is jó, azt gondolom, egy-egy ilyen beszélgetés azokkal, akik beszámolnak arról, hogy milyen utat járnak be, hogy egy-egy mondat, egy-egy szó foszlány is el tudja indítani az embert azon az úton, hogy igen, érdemes tenni magukért, önmagukért. És itt beszélgettem egy hölgyel is, itt ezelőtt a beszélgetés előtt, és ő is azt fogalmazta meg, hogy amit ő elért, hogy az az állandó boldogság és a nyugalom. És hát mi másra van szüksége az embernek a boldog élethez? Szerintem ez a 2 pont elég. Így van. Úgyhogy arra bátorítlak, hogy tartsatunk velünk itt a Változ Magadért podcast csatornán. Így van, köszönöm szépen a beszélgetést.